A keményítő növényi poliszaharid. Az amiláz pedig egy olyan enzim, amely lebontja a keményítőt, valamint a keményítőből és az összetett cukrokból glükózt szabadít fel. A most következő kísérletekben egyrészt olyan mikroorganizmusokkal ismerkedhettek meg, amelyek képesek az amiláz termelésére, ezáltal pedig a keményítő bontására. Másrészt ugyanezt a reakciót emberi nyálban is megfigyelhetitek. A kísérletsort dr. Pfeiffer Ilona, a Szegedi Tudományegyetem mikrobiológiai tanszékének docense, és Boros Éva, biológia alapszakos hallgató mutatja be. A kísérlet során keményítő bontását fogjuk kimutatni. A keményítő egy glükóz tartalmú poliszaharid, melynek két fő alkotó része az amilóz és az amilopektin. Számos mikroorganizmus, így baktériumok és gombák képesek a keményítő bontására. A keményítő bontását amiláz enzimek segítségével végzik el. Az amiláz egy gyűjtő fogalom, ezen belül több típusú keményítő bontó enzimet tudunk elkülöníteni. Vannak az úgynevezett alfa-amilázok, béta-amilázok és a glükoamilázok. Mindegyik típusú amiláz úgynevezett exoenzim. Ez azt jelenti, hogy a mikroorganizmus a megtermelt enzimet kibocsátja a sejten kívüli térbe. A keményítő kimutatása lugololdattal történik. A lugololdat talán sokak számára ismert, egy kálium-jodidos jód oldat, ami a keményítővel kék színreakciót ad. A keményítő bontását úgy tudjuk kimutatni, hogyha ez a kék színreakció elmarad. A kísérleti rendszerünket már előkészítettük. Két nappal ezelőtt a vizsgált mikrobákat különböző táptalajokra oltottuk. Ezek közül a táptalajok közül az egyik csak keményítőt tartalmaz szénforrásként, a másik táptalaj a keményítő mellett glükózt is tartalmaz, mint szénforrást. Két nappal ezelőtt ezekre a táptalajokra leoltottuk a baktériumokat, illetve a fonalas gombákat, és most a keményítő bontását a táptalajra történő lugololdat pipettázásával mutatjuk ki. Kísérleteinkbe két baktériumot, illetve két fonalas gombát vontunk be. Az eredményekből azt láthatjuk egyrészt, hogy nem minden baktérium, illetve nem minden fonalas gomba képes a keményítő bontására, hiszen itt láthatjuk, hogy az Escherichia coli, valamint a Penicillium purpurogenum fonalas gomba nem volt képes keményítőt bontani. Ugyanakkor a Bacillus subtilis nevű baktérium, valamint az Aspergillus niger fonalas gomba keményítő tartalmú táptalajon bontotta a keményítőt, tehát amiláz enzimet termelt.
Az eredményekből még egy fontos dolog látszik. Ha könnyen felhasználható szénforrás áll a mikrobák rendelkezésére, ilyen könnyen felhasználható szénforrás például a glükóz, akkor ennek a könnyen felhasználható szénforrásnak a jelenlétében a mikrobák nem termelnek amilázt. Tehát az amiláz enzimet, vagyis a keményítő bontó enzimet minden esetben indukálni kell. Csak akkor termelődik, ha a mikroba számára semmilyen más szénforrás nem áll rendelkezésre, csak a keményítő. Ezt látjuk itt a Bacillus subtilis tartalmazó csészéken, hiszen itt csak a keményítő jelenlétében termelt amilázt a mikroba, glükóz és keményítő jelenlétében viszont a glükózt hasznosítja, keményítőt pedig nem bont. Vannak azonban úgynevezett konstitutív mutánsok, amelyek állandóan termelnek amilázt, akkor is, ha a környezetükben könnyen felhasználható szénforrás is rendelkezésükre áll. Ezt láthatjuk az Aspergillus niger tartalmazó csészéinken. Ő keményítő jelenlétében, csak keményítő jelenlétében amilázt termelt, tehát a keményítő bontását ki tudtuk mutatni a lugololdattal. Ugyanakkor a keményítőt, valamint glükózt is tartalmazó csészén is bontotta a keményítőt, tehát glükóz jelenlétében is termelte az amiláz enzimet. Az amilázok szintén nagy gyakorlati jelentőségűek, hiszen felhasználják őket például a mosószergyártásban, illetve az édességiparban is. Keményítő bontására, így amiláz enzim termelésére nem csak mikroorganizmusok, hanem magasabb rendű szervezetek is képesek. Az emberi szervezetben is működik amiláz. A nyálmirigyek által termelt amiláz a szájüregben megkezdi a keményítő emésztését, bontását. Kísérleti rendszerünkben 3 kémcsőbe amiláz enzimet, és a működéséhez szükséges optimális pH-t biztosító puffert pipettázunk. Kémcsöveket 3 különböző hőmérsékleten, 0, 37 és 100 fokon inkubáljuk néhány percig. Az inkubációs idő eltelte után keményítő oldatot pipettázunk a kémcsövekbe. Percre visszahelyezzük a kémcsöveket 0, 37 és 100 fokra. 10 perc múlva ellenőrizzük, hogy a különböző hőmérsékleteken végbe ment-e a keményítő hidrolízise. A keményítő bontását lugololdattal mutatjuk ki ebben az esetben is, ezért néhány csepp lugololdatot cseppentünk a kémcsövekbe. Kísérlet eredményeként láthatjuk, hogy 100 fokon az amiláz enzim térszerkezete megváltozik, az enzim inaktiválódik, ezáltal nem képes a keményítő bontására, ezt a lugololdattal adott két kékszín reakciója mutatja a keményítőnek. 37 fokon
az enzim optimális működésű, tehát az összes keményítőt elbontotta a rendszerbe, tehát a lugololdattal nem tapasztalunk kékszínreakciót. Nulla fokon, a nulla fok nem optimális az enzim működéséhez, némi aktivitást mutat, de a keményítő többsége megmaradt, ezt a lugololdattal adott színreakció is mutatja. Az emberi szervezetben működő amilázok számára 37 fok az optimális működésük, ekkor a legintenzívebb. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Készült a Szegedi Tudományegyetem megbízásából a tudományos eredmények elismerése és disszeminációja program keretében.